Brüsszelben az első nemzetközi roma üzleti fórumon tartott előadást Ásós Géza, aki 11 évvel ezelőtt Magyarország első cigány éttermét megnyitotta Békésen. Az Euronews-nak adott interjújában azt mondta, az étterem összeköti a magyarokat és a cigányokat. A vendég, a fizető vendég erősen keresi a házias ízeket, a kedves kiszolgálást. Néha nagyon sok esetben a vendéglátással, a szeretettel sokkal többet tudunk adni a vendégnek, mint hogyha csinálunk egy flancos ételt. Ha az ember abban a 20-30 percben vagy óra hosszában, amit nálunk tölt, jól érzi magát, rögtön feledhethetjük azt, hogy akkor most egy cigány étteremben van, de mégis csak cigány étteremben van, és én úgy gondolom, hogy a együttélésben, a cigány-magyar együttélésben a legfontosabb, hogy békében tudjunk egy tányér ételt elfogyasztani ugyanazon a helyen, ugyanazt a pénzt, ugyanazt a kiszolgálást kapjuk, adjuk, mint a többségi társadalomnak, vagy a cigányoknak, és én úgy gondolom, hogy ha ebből van több, akkor előbb-utóbb eljöhet az a pillanat, hogy kevesebb lesz az érdeksérülés. Ásós Géza szerint a kezdeti nehézségek után elfogadta őket a közönség, sikerült legyőzni a sztereotípiákat, sokan igénylik a jó vendéglátást és a házias ízeket. Az elején nagyon-nagyon nehezen boldogultunk. Sajnos vannak azok a sztereotípiák, hogy a cigányok aszfaltozni, zenélni, táncolni, szemetet szedni, utcát tudnak seperni. Egy bizalmi munkát végezni az, amikor valaki ételt tesz az asztalra, élelmiszert állít elő, és nem egy olyan elfogadott személy, aki mondjuk egy picit szőrösebb, meg barnább az átlagnál, és ezt készíti el. Ez elsősorban ugye kell egy olyan elfogadás a többségi társadalom részéről. Én úgy gondolom, hogy eltelt 11 év a nyitás óta, és most már azt mondom, hogy van az a réteg, aki hála jó Istennek elfogadott bennünket. Ásós Géza szerint a nagy munkaerőhiány segíti a cigányok beilleszkedését Magyarországon, és vidéken is egyre több a cigány értelmiségi. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi jó pár évben én megint csak a saját környezetemből tudok példákat hozni. Nagyon sok diplomás tanáraink lettek Békésen, a szociális ágazatba, a versenyszférába. Nagyon-nagyon sok olyan fiatal cigány gyerek, cigány tanuló szállt ki az iskolapadból, aki igen komoly erővel fog bírni. Lehet, hogy most azonnal nem, de úgy gondolom, hogy az integrálódásnak, illetve a munkaerő hiánynak köszönhetően talán ez az egyetlen nyereménye, hogy egyre több helyen fog az ember cigány emberekkel, cigány munkavállalókkal találkozni. Köszönjük szépen az